Gyurcsó. Jön a labda középre, Balajca ott marad, és egyenlít Renato Neto. Balajca Szabolcs nem tudta megfogni a labdát, a belőtt labdát. Kipattant elé a labda, és Renato Neto csapott le rá. 26. perc, 1-1. Nyilván nincs könnyű dolga egy kapusnak, amikor vizes a labda, vizes a fű, és még le is pattan a labda. És nem az újpesti védők voltak ott legközelebb, hanem Renato Neto. Nincs les, az biztos. Azt hiszem Sándor csúsztatta meg a labdát, ott a kipattanó. Igen, Sándor György csúsztatja meg, Balajca Szabolcs pedig nem túl szerencsésen ért hozzá. Hozzá kell tenni, hogy ugye nagyon gyorsan kellett reagálni, hiszen itt még beleér egy játékos, lepattan előtt a labda, nem tudja megfogni. Anton a földön, Vinicius a földön, Balajca a földön, és fölöttük Renato Neto bebombázza. 1-1.